Nyílt napot szerveztünk ma az óvodánkban, ahol sok szeretettel vártuk az érdeklődő pedagógusokat és az érdeklődő szülőket. Mária Montessori volt az, aki ezt a módszert kidolgozta, és tudni kell róla, Mária Montessori volt az első női orvos Olaszországban. Az orvosi tanulmányainak megkezdése után pedagógiával is kezdett foglalkozni, és a gyermekek megfigyeléséből, idegrendszeri megfigyelésére alapozva építette ki, dolgozta ki a módszerét. Montessori óvodákban nagyon-nagyon fontos kiemelni a gyermek személyiségének a tiszteletben tartását és a gyermek szabadságának a biztosítását. Azt mondta Montessori, hogy akkor leszünk boldogok, ha szabadok vagyunk, és mi arra törekszünk, hogy az óvodákban a gyermekek szabadok és boldogok legyenek. Miben is nyilvánul ez meg? Nagyon nagy önállóságot biztosítunk a gyermekeknek az óvodánkban, ahol szinte mindent egyedül végeznek el. Akkor segít a felnőtt a gyerekeknek, amikor ő segítséget kér, és csak annyit segítünk a gyerekeknek, ameddig kérik a segítséget. A Montessori óvodák abban mások a hagyományos óvodákhoz képest, hogy itt nagyon sok fejlesztő eszköz található meg a csoportokban, és ahogy játszanak fel a gyermekek, játszva sajátítják el a különböző információkat. Például itt lehetett látni, hogy a kisgyermek az állatoknak a képeit rendezte, az szerint, hogy mi fedi a testfelületüket. Majd lehetett látni, hogy le is ellenőrzi önmagát, tehát benne volt egy önellenőrzési kód, a kártyákat megfordítva le tudta ellenőrizni, hogy megfelelő testfelületű állatokat ugyanabba a csoportba tudta besorolni. A másik kisgyermek a betűkkel és a szavakkal játszik, és össze tudta párosítani a megfelelő képhez, a megfelelő kezdőhangot és a megfelelő betűket. Gyakorlatilag még nem olvas ez a kisgyermek, de már elkezdi annak a folyamatát, hogy későbbiekben könnyebben meg tudjon tanulni olvasni. Lehetett látni, hogy a korongokkal és a számokkal manipuláltunk, de itt a páros és páratlan tanulták meg a gyerekek a játék eszközök segítségével. Olyan eszközöket fejlesztett ki Montessori, ahol a gyermekek önállóan tudnak tanulni, minden egyes eszközbe belekódolta a fejlesztési lehetőségeket, és minden egyes eszköznek megvan az önellenőrzése. Ez is teljesen más, teljesen különleges dolog ez az önellenőrzés, ahol is a gyermekek egyedül játszva önmagukat le tudják ellenőrizni, hogy jól dolgoztak-e. Az óvodáimban az oktatás az teljesen más, mint egy hagyományos óvodában. A mi óvodáimban a gyermekek egyedül vesznek elő eszközöket a polcokról, és azokkal manipulálnak, tevékenykednek, és mindig egy gyermek és egy felnőtt gyakorlatába valósul meg az egyéni fejlesztés. Tehát egy óvónéni egy gyerek ül le egy kis munkaszőnyegre, és ott történik a gyerekek egyéni fejlesztése. Mindig tudjuk, hogy melyik gyermek hol tart, mert ezek az eszközök, amiket Mária Montessori felfedezett, egymásra épülnek. Mindig tudjuk, hogy melyik gyerek melyik területen, milyen értelmi szinten van, mert mi naponta lejegyezzük a gyermekek tevékenységét, hogy milyen eszközökkel játszanak azon a napon, és ehhez képest szervezzük meg a további fejlesztésüket. Tehát ha valaki a matematika területén szeretne elmélyülni, akkor azokat a játékokat mutatjuk be nekik a következő alkalommal, ami az előzőnek a folytatása. Ha a kozmikus nevelés területén szeretne elmélyülni, akkor a kozmikus területén mutatjuk be a következő fejlettségi szintű játékokat. A Montessori eszközökre jellemző az összes érzékszerv használata, és amikor mi információt adunk a gyerekeknek, igyekszünk ezeket az érzékszerveket is alkalmazni. Például, amikor a számok írását gyakoroltuk, akkor dőspapíron húzta végig a kezét a kisgyermek, hogy megérezze a különbséget a símalap és a szám között, és utána mindezt megpróbálta grízbe is átváltani, hogy minél több érzékszerven keresztül tapasztalja meg a számnak a formáját, hogy később ezt könnyen meg tudja tanulni írni az iskolában. Óvodánkban minden játékból csak egy darab van, és mégis a gyerekek nagyon türelmesen várakoznak, hogy egy-egy eszközzel játszhassanak. Osztatlan csoportban dolgozunk, ezért a 3 évestől 7 éves korig megtalálhatók nálunk a gyerekek. És nagyon jó látni, amikor a nagyobb korcsoportú gyerekek tanítják a kisebb gyerekeket játszani. Nagyon
Nagyon fontos ez, mert azok a gyerekek, akik kicsit még bizonytalanak önmagukban, személyiségük nagyon nagy erősítést kap azáltal, hogy kisebb gyerekeket tudnak tanítani, és az iskolában sokkal könnyebben tudják megállni így a helyüket. Az osztatlan korcsoportnak nagyon nagy előnye az, hogy a gyermekek bekerülve az óvodába, óvodásokká válnak. Nincs kisközépső és nagycsoportos korú gyerek az óvodánkban, csak gyerekek vannak. Vannak, akik tudnak egymásnak segíteni, és van, akik segítségre szorulnak. De ez nem mindig így valósul meg, van, amikor a kicsi tud a nagynak segíteni. Tehát bizonyos területen lehetnek fejlettebbek a gyerekek, ahol tudják a kicsiket tanítani, és bizonyos területen pedig ők is segítségre szorulnak. Tehát nincs egy rivalizálás az óvodában, mert mindenki valamiben nagyon ügyes. És igazából ezt fogadják el a gyerekek egymástól. Nagyon fontos a Montessori óvodában, a gyerekek folyamatosan döntéseket hoznak. Döntenek arról, hogy kitől kérnek segítséget, döntenek arról, hogy kérnek egyáltalán segítséget, mi lehetőséget adunk arra, hogy akár utolsónak, vagy még később is kimehessen az udvarra valaki, ha aznap egyedül szeretne felöltözni. Döntéseket hoznak arról, hogy milyen játékkal játszanak, melyik játékot vegyék le a polcról, mennyi ideig játszanak azzal a játékkal, hányszor ismételjék meg azt a játékot, és abban is ők hozzák a döntéseket, hogy egyedül vagy társakkal játszanak. A mindennapok különlegessége a csendjáték, amikor a gyerekek körbeülik a szőnyeget, és kisgyertyával mennek a szőnyeg szélén. Ezt mi vonalajárásnak hívjuk, ahol gyakorlatilag meg tudjuk figyelni, hogy a gyerekek milyen mozgáskészséggel rendelkeznek, ez az egyik legfontosabb információ a felnőtteknek. A másik információ, hogy egymásnak adják át a gyertyát. Ki marad esetleg ki, vagy ki az, akit sokszor választanak a gyerekek. A csendjátéknak az is lényege, hogy beindítsuk a napunkat, egy nyugalmas időszakon túl kezdjük el az egyéni fejlesztést. Nagyon fontos az óvodában a három új használata, az újak íróvá tétele. Gyakorlatilag a mindennapi élet eszközei ezt segítik elő. Minden egyes eszközt a három ujjával fog meg a gyerek, a hüvelykujja, mutató és a középső ujjával. Amikor iskolába kerül, ezzel a három ujjal fogja meg a ceruzát is, és ezzel is segítjük, hogy könnyen tudjon írni. A Montessori óvodában nekünk az a legnagyobb vágyunk, hogy a gyerekek óvodából kikerülve örömmel tanuljanak, és boldogság legyen számukra az információ megszerzése.